egyfajta pozitív elbírálásban részesüljenek, egyszerűen nem is értem. Tehát mintha a kormány teljesen érzéketlen lenne ezen térségekkel kapcsolatban, mert lehet erről beszélni államtitkár úr, hogy számunkra ez fontos, a kormány számára fontos, de valójában amikor most némi iróniával azt mondom, hogy a szót kövesse a tett, bizony itt a szó és a cselekedet között fényévnyi különbség van, és ehhez szeretném hozzátenni ugyan más témában Vágó Gábor képviselő úrnak azt az indítványát, amely a második paragrafus negyedik bekezdésének elhagyására vonatkozik. Azt gondolom, hogy az előbbi kétperces szópárba is, és amit én magam is a kétpercesekben elmondtam, hogy az álláskeresési járadék, vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege, szóval itt egyfajta összhangot igenis meg kell teremteni, ami ma nincs meg. Tehát annélkül, hogy itt összhang lenne, annélkül hiába beszélünk arról, és én most amikor elfogadom és hadd mondjam azt, hogy a százezres nagyságrend, amiről beszélünk, én korábban azt mondtam, hogy százezernyi munkahely sincs. Tehát itt a fő probléma, hogy nincs munkahely. Tehát nincs hova tovább lépniük. És hát ez nyilván a kormány feladata. És a 13-ast is hadd említsem meg. Egyszerűen érthetetlen számomra az új alaptörvény kapcsán is, hogy azt az indítványt, amikor azt mondja ki, azt mondaná ki a törvény, hogy a munkaerő kölcsönzés esetében nem lehet kevesebb az azonos munkakörben dolgozó személyeknek járó bérnél, hogy ezt miért nem lehet támogatni, el nem tudom képzelni. Szóval ez, amennyiben, ha ezt nem tesszük bele, azt jelenti, hogy lecsukta a kormány mind a két szemét, és tudomásul veszi azt, hogy akik a munkaerő kölcsönzőn keresztül jutnak valamilyen munkához, bizony ők negatív megkülönböztetésre számíthatnak. Államtitkár úr, Comba államtitkár úr beszélt az öt napról. Én szeretném jelezni önnek, hogy a 23-as számú indítványban Gúrn Ándor és megint csak a képviselő társai pont erre tesznek javaslatot, hogy ez az öt nap, ez maradjon meg. Mert a törvényjavaslatban államtitkár úr 10 nap van, tehát ezt szintén sem a kormány, sem a bizottság egy harmaddal sem támogatta, tehát nem tudom, itt megint azt mondanám, hogy valahol filmszakadás van, a két dolog valahogy nem passzol azzal, amit ön elmondott, és ami írva vagyok. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés! Folytatjuk a normál időkeretben történő felszólásokat, megadom a szót Volner János képviselő úrnak, Jobbik képviselőcsoport. Köszönöm szépen, elnök úr. Az államtitkár úrhoz hasonlóan pár szót szeretnék az 1-től 33-as ajánlási pontig terjedő szakaszra tenni, aztán részleteiben is belemennék majd itt a törvényjavaslat tárgyalásába. Egy valamit a foglalkoztatás kérdésével kapcsolatos törvénymódosítások kapcsán nem értek, képviselőtársaim. Ez pedig az lenne, hogy két ellentétes törekvést látunk kibontakozni, és ebből kifolyólag aztán meglehetősen zavarosnak látjuk a gazdaságpolitikai célkitűzéseit a kormányzatnak. A jelenleg előttünk levő törvényjavaslat adott esetben olyan rendelkezéseket tartalmaz, amely a minimálbérnél is hátrányosabb bérezést jelentő megoldást kínál majd a közmunkára jelentkező emberek számára. Ez az állam akkor, amikor a saját költségvetési keretével gazdálkodik, akkor tehát meglehetősen szűkmarkú. Ezzel párhuzamosan és ma délután vagy este folyamán kerül majd tárgyalásra egy másik törvényjavaslat. A versenyszférától azonban elvárja az állam azt, hogy jóval az infláció mértékét meghaladó módon emelje a béreket, függetlenül attól, hogy tényleges gazdasági teljesítmény növekedés megtörtént-e az adott cégnél vagy sem. És ezt aztán munkaügyi ellenőrzésekkel a későbbiek folyamán ellenőrizni. Hála Istennek a Rogán Antal által javasolt bérmonitoring bizottsága végén nem fog megvalósulni, majd a munkaügyi ellenőrök, akik az adóhivatalba olvadnak, jogosultak lesznek ellenőrizni ennek a kormányzati törekvésnek a megtörténtét. Én tehát arra a zavarra teszek csak utalást, amely
kettős mércével méri az államot és a versenyszférát. Egyrésztről az állam a saját maga által kreált szabályokat áthágja, és lényegesen kedvező feltételeket kínál maga munkáltatóként, ezzel szemben a versenyszférából, függetlenül attól, hogy 20 éve megtörtént a rendszerváltás, és most elvileg egy kapitalista társadalmat építünk Magyarországon, a piaci logikával teljesen ellentétes módon elvárja a garantált béremelést. Én tehát ebben semmilyen logikát, semmilyen következetességet nem látok. Konkrétan itt az ajánlás pontjaival kapcsolatban. A 3-as és az 5-ös pontban Bödes Barna és dr. Kis Sándor jobbikos képviselőtársaim javasolták azt, hogy lehessen közfoglalkoztató az, aki különböző erdőlétesítési és gondozási munkálatokat végeztet el a közmunkásokkal. A bizottsági szavazások során egyik javaslat sem kapta meg a szükséges bizottsági többséget, a szokásos kormány-ellenzék logika szerint ezek lelettek söpörve. Kérdezem én képviselőtársaim, hogy miért? Én jelenleg egy Pest megyei településen élek, Budafokról költöztünk ki oda, családi házas környezetből, tanyavilággal körülvett település, a mezőgazdasági kvóták az Európai Unió mezőgazdasági kvótái miatt jelentős részben visszaszorult a mezőgazdasági termelés. Különösebb esély a mi térségünkben, ugyanúgy, mint ahogy számos alföldi megye térségében, nagy esély a közfoglalkoztatás növelésére nincs. Az erdőgazdaság jelentene ez alól valamilyen könnyebbséget. Jelenleg is piaci alapon működő vállalkozások képesek meglehetősen nagy létszámot ott a környékünkön facsemeték neveléséből, stb. Erdőgazdasági tevékenységből eltartani. Én tehát nem értem azt, hogyha erre valós igény van. Számos esetben látjuk azt, hogy parlagó hevernek földek. A homokhátságon ráadásul komoly nemzetgazdasági érdek fűződik ahhoz, hogy megtörténjenek az erdősítések, megfogjuk a futóhomokot, akkor ezt miért nem tartja támogathatónak jelenleg a kormánytöbbség? Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan javaslat, amely maximálisan két lábbal áll a földön, figyelembe veszi az ország sajátosságait, és az erdőgazdaság fellendítésével egy olyan nemzetgazdaságilag fontos cél tart támogathatónak, és ezt javasolja támogatásra, amivel szerintem mindenkinek egyet kellene értenie. Megjegyzem, itt Göndör képviselőtársam szocialista képviselő. Nagyon sokszor nem értünk egyet a szocialistákkal, sőt az a csoda, hogyha valamikor nézetazonosság van köztünk, de ezt még ő is támogathatónak tartja ezt a javaslatot. Én nem értem egyszerűen, hogy mi ezzel a probléma, és miért kell ezeket a javaslatokat lesöpörni. Támogatta a bizottság, és ezzel egyet is értünk, Lakatosné Sira Magdolna képviselő társam azon módosító javaslatát, amely közfoglalkoztatást tenne lehetővé a szociális szövetkezetek azon tevékenysége körében, amit a közhasznú szervezetekről szóló tevékenység, közhasznú szervezetekről szóló törvény közhasznú tevékenységként ismer el. Én megint csak azt mondom, hogy ezzel a javaslattal is egyet tudunk érteni. Teljesen nyilvánvaló, hogyha közhasznú tevékenységet szeretnénk közmunkásokkal végeztetni, hát akkor itt kell, hogy legyen az eredeti törvényi előterjesztésben is ez. Erre megint csak utalás, Combó államtitkár úr, hogyha szélesebb körű társadalmi párbeszéd bontakozott volna ki ezekről a lehetőségekről, akkor a társadalmi szervezetek maguk javasolták volna a törvény előkészítői munkát elvégző kormányzat számára azt, hogy ez kerüljön be a törvénybe, hiszen fontos közhasznú célok kötődnek hozzá. Nem véletlen találták ki a társadalmi egyeztetés intézményét. Spaller Endre képviselő társam ugyanehhez a ponthoz hozzátette a maga javaslatát, azt, hogy pályavasút társaság is lehessen közfoglalkoztató. Ezzel megint csak egyetértünk, és különösen fontosnak tartjuk annak a szorgalmazását, hogy ezek a pályavasút társaságok lehetőség szerint minél nagyobb arányba kerüljenek vissza nemzeti tulajdonba. Mire is gondolunk? A korábban privatizált MÁV Kargóra, ennek a nemzeti tulajdonba való visszavétele hasonló eszközökkel, akár mint a MOLÉ, hosszú távon szerintem megkerülhetetlen. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik. Berta Szilvia képviselőasszony, Jobbik képviselőcsoport. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy módosítóra nem maradt időm az első felszólásom alkalmával. Ez a 29. ajánlási ponthoz tartozik. Van egy olyan pontja a javaslatuknak, amelyben a jegyző adhat nyilatkozatot, és ennek alapján mentesíthetik a közfoglalkoztatás
az elszállásolással járó közfoglalkoztatás alól a munkanélkülit, akkor, hogyha kiskorú gyermekgondozása, közeli hozzátartozó ápolása vagy hasonló körülmény merül fel. Úgy gondoljuk, hogy az, hogy egyedül a jegyző felelőssége egy ilyen nyilatkozat kiadása, az több szempontból is hátrányos. Egyrészt hatalmi visszaélésekre vagy korrupcióra adhat lehetőséget, nagyobb településeken információ hiánya miatt esetleg nem megfelelő döntés születik, illetve a jegyző kiszolgáltatottságát is megteremti, hogy megfélemlítéssel adott esetben hamis vélemény kiadására kényszerítik. Indokolt ezért megosztani a felelősséget valamilyen olyan rálátó személlyel, aki az állam szolgálatában áll, például a pedagógus, a házi orvos, a családsegítő, szociális munkás, vagy valaki olyan, aki kompetens az adott kérdésben, amire hivatkozva kérik, hogy ne kelljen az ország másik felében hétfőtől péntekig dolgozni a közmunkásnak. Ezt kérjük, hogy ezt nagyon komolyan fontolják meg, mert a jegyzők így is nagyon sok helyen komoly atrocitásoknak vannak kitéve, mivel számos olyan rendelkezést hoztak, ami nem egyértelműen előírja azt az adott szankciót, hanem a jegyző hatáskörébe utalja, és ezekben az esetekben, mikor a jegyző mérlegelhet, akkor bizony nagyon komoly pressziónak van kitéve, főleg a kisebb településeken. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. 2 perccel megadom a szót Volner János képviselő úrnak, Jobbik. Elnök úr, előzőleg nem tudtam már reagálni idő hiányába Göndör képviselő társam szavaira. Én egyetértek azzal a szocialista módosító javaslattal, ez a 9. ajánlási pontban szerepel, mely szerint a hátrányos helyzetűnek minősített térségekben legalább 90 nap legyen a közfoglalkoztatás minimális időtartama. Miért is értünk vele egyet? Egyrészt a növekedési pólusok problémáját valahogy a kormányzatnak kezelnie kell. Ugye vannak természetes módon az iparági együttműködésből adódóan olyan részei Magyarországnak is, most már elsősorban Közép-Magyarország térségében, ahol munkaintenzív termelés folyik, egymással kooperálva működnek együtt, pontosabban egymással kooperálnak a cégek, és ilyen módon állítanak elő magasabb nemzetgazdasági hozadékkal kecsegtető termékeket, szolgáltatásokat. Ezek jellemzően ilyen vertikális beszállítói, illetve partneri kapcsolatokat jelentenek. Azonban az országnak azon részeiről sem szabad elfeledkezni, akik hátrányosabb helyzetben vannak. Ezekben az esetekben én magam is indokoltnak tartom azt, hogy legalább 90 napos legyen a közfoglalkoztatás ideje, mert egész egyszer azt nem lehet mondani egy munkanélküliségtől sújtott térségben, ott, ahol közel távol nincs egy olyan foglalkoztató sem, amely az emberek számára munkát lenne képes adni, hogy hát csak egy hónapig vagy két hónapig adunk munkát, aztán majd élj meg magadtól. Láthatjuk, hogy milyen drámai következményei lettek annak, amikor a szocialisták által megkezdett közmunkaprogramot a kormányzat felszámolta, 64 milliárd forintra vágta vissza a közfoglalkoztatás költségeit, és egész egyszer azt mondták embereknek, hogy hát bocs, mostantól nincs munka, majd a kormány, amikor kidolgozza az elképzeléseit, amik egyébként csodálatosak és nagyívűek lesznek, és lényegesen több pénzt fogunk erre a célra fordítani, majd akkor lesz. Hát ezt a társadalom egészen biztos, hogy nem lehet megtenni, éppen ezért kérem azt, hogy ezt a javaslatot, még ha a szocialisták tették is, a kormány többség támogassa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És újra Volner János képviselőket látom a kijelzőn. Önni a szó 2 perces időkeretben. Köszönöm szépen, elnök úr. Barács Zsolt képviselő társam a 16. ajánlási pontban javasolta azt, hogy a kormányzati előterjesztésben szereplő 6 órás munka, bocsánat, a 6 órás oda-vissza utazás ideje legyen az, amelynél már el kelljen szállásolni a munkaadót. Ezt aztán képviselő társam legalább 5 órára szeretné csökkenteni. Miért is tartjuk ezt fontosnak? Azért, mert elképzelhetetlen az, hogy valaki 6 órát utazzon oda-vissza összesen egy nap, és az állam bizonyos kötelezettségeit vele szemben nem teljesíti, noha ezt egyébként a versenypiaci szektorral szemben elvárja. Képviselőtársaim, itt megint csak az a kettős logika működik, mint amire már a bérezés kapcsán tettem utalást. Ha az állam elvárja a versenyszektor szereplőitől azt, hogy bizonyos munkáltatói jogokat biztosítsanak, ezek megsértése esetén számos hatóság szankcionálja a munkáltatókat, akkor én azt gondolom, hogy minimálisan elvárható, hogy az állam a saját maga által foglalkoztatott emberekkel szembe hasonló szabályokat alkalmaz, és hasonló
szabályokat léptet életbe. Én nem gondolom azt, hogy ennek a kettős mércének Magyarországon működnie kellene, mint ami eddig jellemző volt. Én azt gondolom, hogy ezen a téren tehát az előrelépés mindenképpen indokolt lehet, illetve indokolt lenne. Nem csak emberi, hanem gazdasági szempontból is, nem is beszélve a jogszabályszerűségről. Berta Szilvia, a képviselő társam javasolta azt, hogy amennyiben a közfoglalkoztatás a lakóhelytől távol elszállásolás mellett történik, úgy a munkavégzés napi mennyisége nem lehet kevesebb 8 óránál. Itt vissza szeretnék az előző ponthoz kapcsolódni, amit ugye Barázs Zsolt képviselő társam tett. Gyakorlatilag ugyanerre a logikára működik. Hát ha valakit elviszünk a lakóhelyétől távol, akkor nem csak 4 órát kell számára munkát biztosítani, hanem 8 órát, ennek megfelelő bérezéssel. Egy 4 órás közmunkás, akinek gyakorlatilag fölemészti a bérét a megélhetése, az egész egyszerűen nem lesz életképes ilyen módon a foglalkoztatása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 6 perces időkeretben megadom a szót Bagács Zsolt jobbikos képviselőnek. Köszönöm a szót, elnök úr. Éppen azért mentem már megnézni, kicsit reklamálni, hogy mikor kerülök sorra, mert elég régóta nyomtam egy normál időt, és a képviselőtársam már elmondja az én módosítómat. De nem baj, én most mindjárt meg fogom őt erősíteni, és akkor egymást erősítjük. Tekintettel arra, hogy még mindig a részletes vita első szakaszában járunk, ebből a 49 ajánlásból 15 jobbikos módosító javaslat került a Szociális Bizottság elé, hát a Foglalkoztatási Bizottság sem fogadott el egyet se, és az első szakaszban a 2 és a 16-os ajánláshoz szólnék, ami az én általam jelzett módosító javaslatok voltak. Hogy ki is lehet a közfoglalkoztató? Én ezt úgy próbáltam meghatározni, hogy a helyi és kisebbségi önkormányzat, valamint ezen jogi személyiséggel rendelkező társulása, ha annak vezetője, valamint a képviselőtestület minden tagja büntetlen előéletű, és nincs lejárt adótartozása, kivéve, ha a fizetése halasztást kapott. A módosító javaslatom olyan fékeket és gátakat tartalmaz, amelyek kiküszöbölhetik az etnobizniszhez hasonló visszaéléseket. Tagadhatatlan tény, hogy tömegarányaiban magas mutatóval rendelkező helyi kisebbségi önkormányzatok döntő politikai befolyással rendelkeznek a lokális társadalmi hétköznapi folyamataiban. A másik módosító javaslatom a közfoglalkoztató és a közfoglalkoztatott részére az alábbiakat köteles biztosítani, ezt elmondta Volna János képviselőtársam végül is. Én ezt még az indoklási részt következővel egészíteném ki. A javaslatban szereplő idő és távolsági paraméterek nem életszerűek. Ennek módosítását ezért javasoltam. Kérdéses, hogy milyen munkaintenzitás várható attól, aki 2,5 óra fárasztó utazás után áll munkába, majd 2,5 óra hazaút után rendezi környezetét, vagy törődik személyes dolgaival. Aki ingázott már életében, tudja, hogy az utazás gyakran fárasztóbb, mint az effektív fizikai munka. A módosító javaslatban észszerűbb keretek közé kívántam szorítani a paramétereket. És akkor, hát nem tudom megállni, főleg így a normál időkeretem terhére, hogy az előző kicsit begerjedt vitához ne szóljak én is hozzá. Ajánlom figyelmébe minden képviselőtársamnak, akár a kormánypárti képviselőtársaknak és az államtitkár úrnak vagy uraknak, Pokol Bélának a Európa Végnapjai című könyvét, melynek az első harmadában éppen ő írja le, akit itt tegnap kormánypárti többséggel és jobbikos támogatással ugye alkotmánybírónak meg lett választva. Ő írja le a könyvének egyharmad részében a magyarországi cigányság jelenlegi helyzetét, úgyhogy azzal nem is nagyon érdemes, meg nem is nagyon lehet vitatkozni, mert a kőkemény igazság van oda leírva, habár nem tudom, hogy mennyire hitelesíthető ez a kormánypárt részéről, olyan értelemben, hogy elfogadják-e azt, mint újdonsult alkotmánybírónak a korábbi megállapításait. Ha ezt a közmunka programot idézőjelbe, ami ebben a közfoglalkoztatási rendszerben össze van foglalva valamilyen szinten, átgondoljuk és nézzük, akkor én nekem az a meglátásom, hogy vegyük egyelőre úgy, hogy ez is egy modellértékű kísérlet lesz, így első nekifutásra.
ami körülbelül arról szól tényleg, amit már az általános vitában is elmondtam, egyik internetes portál foglalta össze elég szemléletesen, hogy utaztatnak mondjuk 100 000 közmunkást az ország egyik részéből a másikba, amivel elmegy az idő, elmegy a kedve, és utána visszautaztatják tekintettel arra, hogy hány órát foglalkoztatják. Na most ezzel kapcsolatban megint csak saját munkatapasztalatomból tudok egy felvetést önökkel megosztani. Én már láttam cigány ember dolgozni az elmúlt évtizedekben, de azt is hozzá kell fűznem, hogy elég keveset. Visszautalva Pokol Béra általam előbb idézett könyvére, ő azt írja, hogy a cigányság, mint népcsoport, etnikai népcsoport, vegyük így, köreiben 85%-os a munkanélküliség napjainkban, ami azt jelenti, hogy én is csak azzal a 15%-kal találkozhattam az utóbbi időben, amit Pokol Béla is említ, akik tudtak dolgozni, akik elmennek dolgozni. Na most a cigányság összeurópai létezése és élethelyzete is hasonló tulajdonképpen a magyarországi élethelyzethöz. Azt viszont én is el tudom mondani más tanulmányokból vagy könyvekből is, hogy a cigányságot elég nehéz munkára bírni szinte bármelyik európai országban. Ennek több oka van, itt ezek már elhangzottak, úgyhogy valami olyan közmunkaprogramot kell kitalálni, hát most a kormány végül is kitalálta és jegyzik ezt a T3500-ast, ami nagyjából tartalmazza, amiben motivációt kapnak azok az emberek, és természetesen nem csak a cigány emberek, olyan motivációs bázis kapnak, hogy érdemes legyen nekik akár közmunkát is végezni, és ne érezzék úgy, hogy ez csak egy olyan szükségmegoldás, amikor őket például ki akarják vonni abból a családi környezetből, ahova az este folyamán esetleg visszatérhet. Köszönöm, akkor egyelőre a vita első részhez ennyit gondoltam. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita egy szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás 34-től 49-ig terjedő pontjaira. Szót kér Szűcs Erika képviselőasszony, MSZP. Önnyi a szó, 6 perces időkeretben. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt az ajánlási pontok közül a 35, 36, 37-es mellett és azoknak az üzenete mellett szeretnék érvelni, ugyanis ezek az ajánlási pontok arra vonatkoznak, hogy ne lépjen hatályba, ne legyen a törvénynek része a szociális segély megkurtítása. Egyrészt őszintén szólva nem értem, hiszen a szociális segély 2009. január 1-e óta azoknak jár, akik valamilyen a törvényben meghatározott kritérium szerint munkaképtelenek. Nem tudnak dolgozni. Na most, aki nem tud dolgozni, annak nem tudom miért csökkentjük a jövedelmét, az én számításaim szerint 18.900 forintra. Akkor is, mert ez ennyit jelent, mert ugye nem a közfoglalkoztatotti garantált bér 90%-a, hanem a közfoglalkoztatási bér, aminek nem tudjuk az összegét, én a minimálbér 40%-ára satszolom az eddig megismert logika alapján, ezt ugye le kell vonni belőle a járulékokat, és a nettónak a 90%-a. Mire ösztönözzük azt az embert, aki nem tud dolgozni, nem tud ebbe a dologba bekerülni? Kettő. Én nem értek egyet azzal a megközelítéssel, ahol a szociális segélyeseket úgy unblock, ingyenélőnek, meg munkakerülőnek tekintik. Ugyanis a szociális segélyre történő jogosultságnak vannak előfeltételei. Egyrészt a család anyagi helyzete, másrészt pedig az együttműködési kötelezettség teljesítése, mégpedig az önkormányzat családsegítő szolgálatával és a munkaügyi központtal egyaránt. Tehát a jogosultsági feltételek között benne van, hogy valamilyen motiváltsága legyen arra, hogy hát a munka lehetőséget mégiscsak keresse. Tehát az ellátásra való jogosultság itt nem a segélyről szóló történet. És bizony a 2009 óta létező szabályok szerint, ha valaki az ellátás keretében a felajánlott munkát visszautasítja,
akkor kiesik az ellátásból, és ez már az első szakaszban, itt ülnek polgármester kollégák, az én információim szerint olyan 15-20% ki is rostálódott a rendszerben, mert nem vállalta ezt a dolgot. Ráadásul itt a vitában elhangzott, hogy hát van, aki sose látott. Igen, van olyan ember, aki sose látta azt, hogy a családjából valaki munkába megy, de ezek nem megváltoztathatatlan dolgok, és nem az ostor csattogtatás lesz ennek a jó megoldása. Én tavaly egy közfoglalkoztatási konferencián az önkormányzati és munkaügyi központok közfoglalkoztatóitól azt hallottam, hogy míg 2009-ben a felajánlott munkát próbálta elhárítani mindenféle okkal az érintett, bizony nagyon sokan a következő évben már a házastársukat is hozták volna, mert rájöttek, hogy jó dolog, ha dolgoznak, több a pénzük, ki tudják fizetni a számlát, esetleg az uzsorás karmaiból is ki lehet szabadulni. Tehát én azt gondolom, hogy a szociális segélyezés megközelítése alapvetően hibás. Egyrészt azért, mert olyanokon üt, akik egyébként a törvény által fel vannak mentve valamilyen oknál fogva a munkavégzés kötelezettség alól, azért kapnak segélyt és nem foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Másrészt pedig, hogy a döntő többségük az olyan ember, aki egyébként, ha lehetne dolgozni, akkor dolgozna is. Az egész szociális segélyezés ügye vetette föl bennem azt a gondolatot, hogy a foglalkoztatás és az elfoglaltság biztosítása az nagyon különböző. Itt azzal, hogy nagyon-nagyon kevés pénzért várja el a kormány a tervezett törvény szerint a munka elvállalását, megsértve az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét is, nem gondol arra, hogy tulajdonképpen szociális segélyért, illetve bérpótló juttatásért, hogy az idén érvényes kategóriát használjam, ezt egyelőre nekem egyszerűbb, van kötelezettsége az érintettnek, és a szociális szolgálattal való együttműködés keretében nagyon sok olyan példáról hallottam, ahol a munkaerőpiacra történő felkészítés, különböző tréningek, valamilyen alapvető készségeknek a fejlesztése történik meg. Ilyenkor érthető, hogy nem kap több pénzt, hiszen csupa olyan szolgáltatást kap, és erre lehet is és kell is kötelezni, hogy erre azon részt vegyen, és ezért nem kap külön juttatást, mert az az ő személyes haszna, mindaz, amit a szolgáltatás közben kap. De aki munkát végez, annak a bér a személyes haszna, a munka pedig, amit elvégez, az a közösség haszna. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon méltatlan és elfogadhatatlan irány, ilyen drasztikusan csökkenteni a szociális segély várható összegét olyanok esetében, akik egyébként a törvény által fel vannak mentve a munkavégzés alól, egyébként pedig az együttműködési kötelezettségüknek eleget tesznek, és ebből az következik, hogy ha képesek munkavégzésre, akkor valószínűleg szívesen vállalnak is munkát. Ezért ezt mi abszolút nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem Tálai András, de nem kérdezem, mert látom, hogy készülődik. Öné a szó, államtitkár úr, válaszolni kíván az vitában elhangzottakra. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Szeretném megköszönni a hozzászólásokat, a benyújtott módosító javaslatokat. Már a részletes vita során úgy éreztem, hogy többször visszatértek a felszólalók az általános vitához, és koncepcionális kérdésekkel foglalkoztak, nem mondom, hogy mindig, de többnyire, mint egyébként a benyújtott módosító javaslatokkal. Én vagyok olyan szerencsés, hogy államtitkártársam Szomba Sándor a szakmai kérdésekre a vita során elmondta a kormánynak az álláspontját. Nekem itt a végére igazából e tekintetben nem sok dolgom maradt. Én szeretném nyilván kihangsúlyozni azt, hogy a vitában a törvényjavaslat mellett is és ellene is szóltak érvek, és az fogalmazódott meg az ellenzéki pártokban is, hogy a törvényjavaslat céljával egyetértenek. A törvényjavaslatnak az alapvető célja az, hogy azok, akiknek nincs munkájuk, a jövőben alapvetően munkából éljenek. Nem volt érzékelhető olyan vélemény,
amely kiállt volna amellett, hogy a munkájukat elveszített emberek megélhetése, a segély életformája pedig a társadalmi haszontalanság érzete lenne. Azt gondolom, hogy ez a cél vezérelte az ellenzéki pártok felszólását, természetesen a kormánypártok is egyetértenek ezzel. Alapvetően tehát a közös cél az, hogy a munkanélkülieket munkához juttassuk, azonban azt kell látnunk, hogy végighallgatva az ellenzéki párt,